Eddig 128 meccsen védett a labdarúgó mb 1 ben ebben a bajnoki szezonban 21 gólt kapott eddig, és immár a válogatott szövetségi kapitány és felfigyelt teljesítményére a most hatodik helyen álló MTK kapusa Hegedűs Lajos részt vett az EB-re készülő keret legutóbbi összetartásán. Hát őt kérdezzük tapasztalatairól és hát a célokról kékfehérben, meg hát persze a Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lajos, amikor megkaptad ezt a Bernstorff-féle behívót, akkor gondolt először? Na végre? <laughs> hát nem is erre, hogy na végre, de mindenféleképpen egy jó érzés volt, ennek az első hulláma volt, ugyebár a decemberi behívó, amikor tényleg azt mondtam, hogy ez volt az első így mond úgymond ilyen felnőtt, vágatott behívó, hogyha csak egy edzőtáborra is, de már az is egy nagyon jó érzés volt, most azért úgy gondolom, hogy ez egy kicsit szűkebb keret volt, már még jobban fókuszálva az EB-re, úgyhogy tényleg ez egy nagyon pozitív élmény volt. Tehát akkor tulajdonképpen, ha visszamegyünk decemberre, akkor számítottál rá, vagy akkor ez nagy meglepetés volt számodra. Azért is kérdezem, mert amikor kapusokról beszélgetek, akár itt a műsorban is, azért a te már egy ideje kapusedzők is felhozták, mint olyat, aki eddig még nem vettek számításba, de nyugodtan lehetne, tehát abban a körbe tartozik, aki lehet válogatott kapus. Hát jól, jó, jó esélyezés mindenféleképpen, hogy, hogy már kapusedzők is, ahogy mondod, megemlítenek. Nem az én dolgom azt legelőször is eldönteni, hogy ott a helyen vagy nem, azért azt is látni kell, hogy most csak az MB-es kapusok voltak ott, külföldről még nem volt merítés lehetőség ebben az összetartásban, de azt gondolom, hogy minden ilyen apró lehetőséget meg kell fogni és meg kell ragadni arra, hogy az ember oda kerülhessen, hogyha majd tényleg eljön az a keret, amikor már már az egész magyar labdarúgásból lehető válogatni, akkor oda kerül az ember, ami egyértelműen célom is. Uh -huh. Na most ö, azt lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen későn érő fajta, vagy bár mondjuk a kapusnál az életkor az egy más kérdés, mint a mezőnyben játszóknál, igaz? Ö, igen, más kérdés, én most kezdek úgymond rutint szerezni, most kezd meg lenni az a meccszám, azt magamról mindig el, el szoktam mondani, hogy amikor olyan helyzetbe kerültem, akkor általában mindig jött egy kisebb vagy nagyobb sérülés, ami, ami egy kicsit meg, megakadályozott visszavett, úgyhogy remélem ezek most elkerülnek, és akkor mondhatjuk, hogy hogy most alakul a dolog. Uh -huh. Na most öm, számodra kapusként mi a kapus sérülés rémáló? Hát műk rémálom volt egy szakadás, mert kificam ott vált például, az mindenféleképpen az volt. Ö Összességében, ha a saját képességeidet nézed a kollégákkal összevetve, akkor mi az a produkció, meg melyik része az a tudásodnak, ami leginkább fel kell, hogy ke keltse a kapitány, vagy a mindenkori kapitány figyelmét? Uh -huh. Mitől vagy te jó kapus magyarán, hogy annak meg magad, és minek tartanád? Hát ezt nehéz így magamról megmondani, amit, amit ö, kiemelnék magamról, talán, ha már ki kell, akkor aztán a. Azt, hogy próbálok sokszor kijönni a kapuból a hosszú indításokra, vagy a beébert labdákra ezzel is segíteni a védelmet, mert azért ez egy elég nehéz dolog a védelmnek is visszafele futában kifejelni a labdákat. Úgyhogy ezt gyakoroljuk is edzésen, meg én is magamat nem próbálom erőltetni, hogy minél jobban jöjjek ki ezekre. Annak egyébként mi a titka, mert ott is lehet mondani azt, hogy azért lehet nyomás a kapus szempontjából, hogyha ezek nem jó sikerülnek. Hát persze azért könnyen bele lehet hibázni. Én azt gondolom, hogy ennek az, az a titka, hogy bízom magába az ember, azért kell egy jó ütemérzék hozzá. A, a ritmusérzék az nem árt, igaz? Igen, az nem árt az a ritmus érzék. Az biztos. Na most, ha azt nézzük, hogy az utóbbi időben sokkal inkább végig tudtad játszani a bajnokikat, akkor magad mögött hagyhatod már ezt a Sérülékeny jelzőt? Hát nagyon remélem, hogy igen, uh -huh. hogy őszinte legyek. Na most azt is szokták mondani, és nyilván ha közhely, de igaz is, hogy a jó kapus teljesítményben azért ott van a védők munkája is előtted. Az MTK-nál ez mennyire van így, kik a kulcsfigurák számodra a csapatnál, hogyha hogy nem nem csak a tegnapi összeállítást uh -huh. nézik, hanem általában akik a legfontosabbak számodra a jó kapus teljesítményhez. Hát mindenféppen azért azt is el kell hogy, egy, hogy a védelmet azért a kapus irányítja legelőször, tehát hogyha most a, úgymond a kapus hülyeségeket beszél, akkor azért megint magának nehezíti a helyzetet, de hát mindenféleképpen legalább az egyik belső védővel egy olyan kapcsolatot kell tudni kialakítani, ami, amiből már, ha tényleg hátra néz, akkor már tudja, hogy mire gondolok. Azt gondolom, hogy azért ez most a, a Paul Patrika így alakul, a Vukmir azért az egész jól működött már, ő most kikerült ugyebár a csapatból, de mondom, hogy a Patrika most egész jól alakulunk így, meg fontos, én azt gondolom, hogy azért a védekező középpályás szerepe is az én esetemben, hogy arra mozognál, mert én irányítom, úgyhogy ez a kettő, ami szerintem kulcsfigura. Mi a legnagyobb hülyeség, amit általában egy kapus mondhat az irányításnál? <hállt> Hát azért vannak nehéz szituációk, amikor egy keresztbe futó csatát mondjuk rosszul irányít el, hogy mondjuk én azt gondolom, hogy az egyik fel tudja venni, de, de a másiknak kéne elmennie vele. Tehát azért ilyenekbe be lehet hibázni. Azért hál' Istennek a játékosok is gondolkoznak, nem csak nekem kell ezt megtenni helyettük, úgyhogy azért az is könnyebbség. Hogy állsz a, a lapokkal, a sárga lapokkal, tehát amikor a kapus a szabálytalanságot nem kerüli el, vagy akár mm -hmm. kénytelen belemenni, hát mm. két sárga lapod van, igaz? Annyira volt emlékszem. a szezon de leszten, nem szabálytlanság, inkább akkor időhúzásért mm. lehetett, ha jól emlékszem. Uh -huh. Tehát akkor te is úgy vagy inkább az időhúzás hát az, igen, a, ami emlékszem. adott esetben ott van. Igen. Uh, ha most ránézünk a, uh, a tabellára, akkor a Fradi mögött az élbolyban nagyon uh, szoros a verseny, tehát annyira nem is mérvadó azt mondjuk, hogy most akkor uh. negyedik, ötödik vagy éppen hatodik az MTK, uh, és hogyha mondjuk ezt a halasztott uh, meccset uh, megnyeritek, akkor akár harmadikok is lehetnétek. Uh, mi fog dönteni itt uh, legalább hat versengő csapat között mit gondolsz? Hát én azt gondolom, hogy a, a folytonosság fog dönteni, hogy ki milyen szériát tud elkapni. Mindenki lesz hullámvölgyben, mindenkinek lesznek jó periódusai. Azt gondolom, hogy aki ezt a jó periódust tudja húzni, az biztos, hogy oda fog tudni érni a dobogóra. Nagyon szoros a mezőny, azt gondolom, hogy most tényleg egy olyan bajnokságot játszanak, ahol bárki bárkit legyőzhet. Nincsenek tuti meccsek, ha csak megnézzük a fradi vendégjátékát Békés Csabán, az sem volt egy tuti mérkőzés, én azt gondolom. Úgyhogy egy nagyon szoros bajnokság van most, ahol, ahol tényleg nyerni kell a meccseket, mert, mert azért az x-ekkel is már le lehet maradni. Úgyhogy tényleg nyerni szeretnék a minél több meccset, hogy oda kerüljünk. Ha már a Békés Csabát hoztad, akkor a feladvány adott számatokra is. Ránézünk a tabellára, akár még a pipát is oda lehetne tenni, de ez nem egészen így néz ki. Nem, ez egyáltalán nem. Nem el a kiesése, ki. ezek szerint úgy látod, igaz? Én azt gondolom, hogy ők mindent meg fognak tenni azért, hogy ne esenek ki, hát meg is kell tenniük, de nem, tehát én azt gondolom, hogy egy feljutó csapatnál azért Nálak is voltak, átalakult a keret, mindig nagyon nehéz így belemenni egy egyen magasabb szinten lévő bajnokságba, úgymond. Nálak is ez történik, én azt gondolom, hogy most kezdnek összeállni, túl vannak egy úgymond hosszabb tév felkészülésen, ahol azért összetudják rakni a csapatot, még erősítettek. Hát meg sajnos azért a mi játékunknak ez a ez nem biztos, hogy kedvezni fog a hétvégén. Úgyhogy egy nagyon küzdelmes mérkőzés lesz inkább. Én azt gondolom, hogy a hajtás és a harc fog számítani. Nálatok egy edzőváltás történt a felkészülés alatt. A kapus szemszögéből mit jelent ez a változás, ha onnan nézem? hogy egy régi MTK-s tréner kapott lehetőséget, és a játékosok is elmondják, hogy az mtk stílushoz való visszatérés jegyében alakul át a játékotok. Igen, hát nekem a, a kapus edzőnk maradt, aminek én mondjuk örülök, megmondom őszintén. Hogy mennyiben változott talán azt, az, hogy, hogy egy kicsit próbál majd megint a labdajáratás, birtoklásra helyezni a hangsúlyt, mert biztos az én szerepem is megint jobban megnő, mert az előző edző inkább azt kérte, hogy előrefele próbáljunk játszani, direkt ebben a kapu felé menjünk. Most talán megint, ahogy mondjuk ez az MTG stílus, próbáljuk szép, szebben kihozni a labdákat, hogy nem előre rúgni, és azt gondolom, hogy ebben nekem is szerepem lesz. Lajos, azt mondta a kapitány, a válogatottra ugorva még a végén, hogy mindenkivel személyesen elbeszélgettek arról, hogy milyen, miben kell fejlődni. Nálad mi szerepelt ebben a javaslatban? Hát én még a kapus beszéltem decemberben, Ő akkor azt, azt emelte ki, hogy de ezt nem csak nálam, ezt többünknél is, hogy próbálj meg többet a, az alapálló képességre fektetni egy kicsit, hogy biciklizzünk, akár esetleg edzések után, vagy menjünk el egy úszodába, úszunk hosszabb távokat, hogy a tüdőre dolgozzunk, de csak az, hogy látszik az, hogy jó erőbe vagyunk, lábgyilag jól állunk, de az, hogy a tüdőnk is egy kicsit táguljon, abban mindenféleképpen. Még egy-két praktikát mondott, amit ő nám úgymond így első a hiányosságnak vért felfedezni, és mondta, hogy ezekbe fogják javulni milyen, mennyire folyamatos a, a, kontaktus, a kapcsolat, a válogatott kapusedző és köztet, közöttetek? Hát ez nálam nem annyira, ugye bár, hogy most voltam igazából másodszor, most találkoztam vele másodszor, én egy nagyon szimpatikus, egy nagyon szimpatikus embert ismertem meg a személyben, de azt nem mondám, hogy hetente beszélünk. Most, ugye amikor a vállalatot összetartáson, akkor beszéltünk, most is, tehát jelen pillanatban itt állunk most. Mindenesetre te komolyan gondolt, hogy ott szeretnél lenni az elvékeredben. Természetesen. Nálad ne a sorrendet nézzük, szerinted ki van a legjobb magyar kapus. ez egy szubjektív, ne, neked ki a kedvenced a magyar kollégák közül? Hát nekem a kedvencem uh, Bogdán Ádám. Bogdán Ádám? Természetesen igen. Lajos, kívánom neked, hogy vele együtt akkor sikerüljenek a terveid. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. És köszönöm szépen a meghívást.